Én mindig is tolnai voltam, Tolnán jártam iskolába is egy jó ideig, aztán a középiskolát végeztem Szekszáron, aztán a felső tanulmányaimat végeztem Szarvason. Tehát ezt kell rólam tudni. Tehát, hogy honnan indultam, igazság szerint akkor ezen a 81. szeptember 7-én születtem. Édesanyám és édesapám mind a ketten pedagógusok. Itt Tolnán is pedagógusok voltak, és én tolnai lévén, a mai napig én tőzsgyökeres tolnainak tartom magam, de nem csak a történelem folyamán, hanem én nagyon jól is érzem magam. Tehát én nagyon egy lokálpatrióta embernek tartom magam, nem tudom elképzelni egyébként, most ez lehet, hogy ilyen korlátoltan hangzik, pedig azért van fantáziám, de mindentől függetlenül Tolnán kívül, Tolna határain kívül nem tudom elképzelni az életemet. Ide születtem valamiért, nem tudom, hogy miért, egyszerűen úgy érzem, hogy itt van dolgom, és családom is, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a családom is nagyon szeret Tolnán lakni, ahol lakunk ott is, a várost is nagyon szeretjük, úgyhogy ilyen tekintetben minden arra gravitál, hogy mi tolnaiként fogjuk folytatni az életünket, mi nagyon sokáig reményeim szerint. Aki tőzsgyökeres tolnai, lehet, hogy ahogy körbenéz, ugye a saját vakságából fakadóan, mert mi itt lakunk, minden nap ezt látjuk, mindennapos életünket, a hétköznapjainkat is itt éljük. Nagyon sok esetben szerintem nem vesszük észre, hogy milyen baromi jó hely Tolna. És maga a város is, nem csak, hogy lokálisan tök jó pozícióban van, mert szerintem egyébként abban van. Itt van például Domborinak a karnyújtásnyi közelsége, itt van a megyeszékhely karnyújtásnyi közelsége, ugyanakkor megvan egy kisvárosias hangulata is. Van olyan városrész, ahol már falusias hangulata van a városnak, kertvárosi hangulat is van. Tehát ilyen, én nekem nagyon-nagyon sok minden itt Tolnán összeáll. Itt töltöttem a gyerekkoromat, valószínű, hogy az emlékeim is ezer szállal kötnek ide, mivel az embert szerintem a gyerekkora határozza meg leginkább. Én iszonyú szerencsésnek érzem magam, mert nekem nagyon boldog gyerekkorom volt. Tehát itt Tolnán volt boldog gyerekkorom. Tolnán egyébként nekem nagyon sokat jelent az is, hogy sokszor ugyanazokat az arcokat látom. Én például ezt nem tudom megunni, hogy egész egyszerűen engem az emberek is, hogy gyerekkoromban a pedagógusok, akik régen tanítottak, az óvónők, akik régen próbálták egyengetni a kis utamat, ők is megjelennek az utcán, mert még hál' Istennek nem olyan koros vagyok, hogy ők már fizikailag nincsenek itt Tolnán, nem is lehetnek. Én őket még látom, és ez engem mindig egy kicsit úgy visszarent a gyerekkoromba, ami nekem egy nagyon hálás történet. Család vonatkozásában nagyon-nagyon büszke vagyok a feleségemmel való kapcsolatra, annál is inkább, mert ez iszonyatosan régre datálódik vissza. Én a középiskolában ismertem meg a feleségemet egy Lukas órába, amikor ez egy nagyon megható, egyébként most is így elérzékenyülök, hogy ha ő nincsen, akkor tulajdonképpen a kapcsolatunk sincsen, hiszen sokkal bátrabb volt abban a pillanatban, mint én. Ő lépett oda hozzám, és ő kérdezte meg, tulajdonképpen ő tette fel azt a kérdést, ami elindított minket a közös úton. Ez már jó régen volt, ez 99-ben. És onnan tulajdonképpen mindenféle nagyon-nagyon komoly gond nélkül, mindenféle elköltözés, kenyértörés, minden nélkül mi mai napig együtt vagyunk. És ugye a mi kapcsolatunkban én egyébként nagyon-nagyon féltem nagyon sokáig, hogy ugye az a szépsége, hogy mi nagyon-nagyon-nagyon, tehát kvázi gyerekként jöttünk össze, ez óriási veszélyeket hordozott magába, hiszen nem igazán volt egymáson kívül kapcsolatunk, és ugye ez ugye, hogy telik, múlik az idő, ez egyre veszélyesebb, egyre több az akna egyébként egy ilyen kapcsolatban, akik gyerekként jönnek össze. Nem titok, egyébként nálunk is voltak óriási hullámvölgyek, és ezeket a hullámvölgyeket, ezeket mindig sikerült valahogy megoldani. Nejem óvónő, egyébként egy nagyon csodálatos foglalkozás van, ő óvónőként kezdett, pályakezdőként Faddon, és egy kis kitérővel tért, tehát egy faddi kitérővel kapott állást Tolnán, és ő most tulajdonképpen a vezető óvónő itt Tolnán. Elég komoly feladatok hárulnak rá, és hát emiatt is egyébként a gyerekekkel együtt nagyon büszkék vagyunk rá, mert ezeket is a nehézségét is górcső alá véve, nagyon szépen megugorja ezeket a feladatokat. Nem is, szerintem még ő maga se hitt magába,
olyannyira, ahogy ez teljesül a mindennapokban. A horgászat ugye meghatározta az egész gyerekkoromat, én édesapámmal írdatlan mennyiségű időt töltöttem. Nem csak a nyarakat ideértve, meg nem csak a nyári szünetet, hanem mi szó szerint szinte télen-nyáron horgáztunk, és mivel a horgászat ez egy iszonyatos időigényes sport, ezért tulajdonképpen édesapám engem a vízparton látott fölnőni. Nagyon-nagyon sokat horgáztunk együtt, nem csak Tolnán, a környező vizeken, és én a versenyhorgász múltamból fakadóan a nyaraknak egy jó részét nem is otthon töltöttem, hanem horgásztáborokba. Pont említettem nektek kicsivel korábban, hogy volt olyan nyári szünetem, nem egy, nem kettő, hogy szó szerint ezt úgy kell érteni, hogy egyik horgásztáborból megjöttem. Édesanyám a szennyes ruhákat bedobta a mosógépbe, és nem volt időnk kiteríteni, kiszáradni, hanem mentünk Szegedről Zalaegerszegre, vagy éppen fordítva, vagy Sóstóról az ország másik végére, és amikor odaértem a másik táborba, akkor a jól ismert cimboráimat rögtek rajtam, mert terítettük ki a ruhákat, mert nekem meg kellett még száradjon, mert nem volt idő megszáradni. A fotózás, az megmondom őszintén, hogy az egy ilyen, nem is tudom neked megmondani igazság szerint, mert az csak egyszer csak így jött valahonnan. Nem volt múltam, ugye már a horgászattal, hogyha párhuzamosítjuk, ott én nekem egy ilyen eleve elrendelt, predesztinált sorsom volt, hiszen édesapám nagyon komoly horgász volt, és hát kéz a kézbe jártunk, tehát valamilyen szinten az egyfajta, hát nem is tudom, egyfajta kikövezett útként vettem én is horgászbotot a kezembe, viszont a fotózással teljesen más tészta, de teljesen más dolog az életemben. Az egyszer csak így édesanyáméknak egy készülékét egyszer az egyik kirándulás alatt így a kezembe vettem, és ugye ez egy teljesen automata gép volt, totál alkalmatlan egyébként egy klasszik fotózásra, de ott elkezdtem vele, vagy megpróbálni kihozni belőle nem is a gépből egyébként, hanem magamból a maximumot, és ott valahogy egyszer csak nálam ez így gyökeret vert. Maga a gondolat is, hogy így a fénnyel való dolgok, meg hogy így átörökíteni a múltat a jövőbe, ez egy ilyen érdekes összeállás, egy érdekes feladat volt számomra, és ez egyszer csak így elkezdődött, totál autodidakta módon, tehát igazság szerint iskolában nem jártam, nem is jártam olyan jellegű iskolába, ahol a fotózás az bármilyen szinten is tanulható lett volna. Ez egyfajta hátrány is egyébként, én úgy gondolom, hogy mert a tudásomat ez nagyban lekorlátozza. Amilyen felnőtt vagyok most, ennek az ellenkezője voltam én középiskolában. Nagyon-nagyon sokat jártam az iskola mellé, amire már nagyon-nagyon máshogy tekintek, egy óriási hiba volt egyébként ez, és nagyon-nagyon-nagyon sok olyan dolog történt velem a középiskolában, ami nagyon szerencsétlenül csúszhatott volna el. Tehát itt az órák mellé, vagy az iskola mellé járáson keresztül voltak olyan gondok velem, amit a szüleim még talán kezelni tudtak, én úgy gondolom, de ez szerencsétlenebbül is elsülhetett volna. Nem mondom, hogy itt nem alkoholizmusról beszélek, meg nem drogfüggőségről, hanem egyfajta ilyen egy nagyon-nagyon egészséges csibészséget képzeljetek el. Ami a garaiba történt általában egyszer sztori, abban én benne voltam. A főiskola elvégzését követően másfél év múlva ide kerültem be a gyárba, és hát ennek most már majdnem 20 éve. Sőt, azt hiszem talán most lesz 20, vagy jövőre lesz 20 éve. Azóta itt dolgozom. Én, hát mivel a maga a munkakör is egyébként ez alatt a 20 év alatt ilyen tök jó összetett lett, tehát olyannyira szerencsés vagyok itt a munkahelyemen is, megmondom őszintén, hogy nem egy ilyen egysémára épülő, iszonyatos hétköznapi szürkeségbe burkolózó monotonitást vagyok kénytelen elviselni, hanem egy ilyen nagyon-nagyon összetett munkakör. Igazság szerint meg sem lehet fogalmazni. A fő iránya az a logisztikai vezető, fuvarszervezések, belső logisztikai megoldások eterén, de kiegészült egyéb más munkakör résszel is, és ezek teszik igazán érdekessé, hogy szó szerint úgy értsétek, hogy nincs két ugyanolyan nap, sőt nincs két ugyanolyan délelőtt se. Ez nekem nagyon fontos egyébként a munkámból. Egyszerűen alkalmatlannak tartottam magam a gyereknevelésre. Most kerülgethetem itt, de ez így, ez az igazság. És
Ugyanakkor meg bebizonyosodott az, hogy ez így intuitív módon tud jönni, és hogyha jön, akkor pedig engedni kell, hogy jöjjön. És akkor egyszer csak volt egy olyan szerencsés csillagzat, amikor a nejem is úgy gondolta, hogy itt az ideje családot alapítani, meg én is, mert általában ezek megvoltak, csak időben ezek nem csengtek össze. Tehát amikor ő szeretett volna, akkor én úckodtam, és fordítva. És amikor megragadtuk az alkalmat, akkor nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a nagyobbik lányunk az szinte ilyen csettintésre érkezett, és hát én mindenféle álszerénység nélkül mondhatom, hogy én a legnagyobb mélységekig részt vettem a legkisebb kortól egészen a mai napig. Tehát én iszonyatosan szívesen pelenkáztam, én nagyon sokat sétálni mentem a kislányommal, a kisfiammal ugyancsak, aki később született jóval. Tehát én ott teljesedtem ki. Tehát én ott megmondom őszintén, hogy bármilyen klisészerűen hangzik, meg bármilyen pátososan, engem a saját gyerekeim tettek felnőtté.